Kedves hallgatóság, amiről most szó lesz, az egy különleges dolog. Az a nanovilág, a nanomedicina. Maguk megszokták, hogy mikrovilágban vagy makrovilágban élnek, de most egy új világ nyílt. De mielőtt erről az előadást megkezdeném, egy-két gondolatot szeretnék arról szólni, hogy tulajdonképpen a kutatás mit jelent az ember számára, kutatók számára, illetve tulajdonképpen mi is az a nanovilág, nanomedicina. Képzeljék el, hogy az 1800-as években az emberek még úgy gondolkoztak, a tudósok, ahogy például Thierry azt mondja, hogy van a világon valami, ami értékesebb, mint az anyagi élvezetek, mint a vagyon, értékesebb magánál az egészségnél is, és ez a tudomány odaadó szolgálata. Őszintén remélem, hogy munkatársaim, kollégáim és magam is ugyanebben a szellemben dolgozunk, bár talán az életünket nem mindig ajánlanánk föl a nanomedicináért. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a világ fejlődése a gépek, a műszerek fejlődésével halad párhuzamosan. Amikor egy új eszköz kifejlesztenek a tudósok, például gondoljanak Hubble űrteleszkópra, olyan dolgok látszanak hirtelen, vagy olyan dolgok kerülnek a felszínre, amire sose gondoltunk volna, vagy sose tudtuk elképzelni, hogy hogy is alakul a világ azon a területen. Hát ugyanígy volt, amikor az 1600-as években a mikroszkópot kitalálták, az egyszerű fénymikroszkópot föltalálták Németalföldön, és aminek következtében egyszerre csak felismerték, hogy nem mi az máról, kóros gázokról és mindenféle betegséget közvetítő anyagokról, hanem mikrobákról kell szólni, és akkor egyszerre egy eszköz következtében kialakult egy egész tudomány. Mikrobiológia. Mikrokorszak jött létre. Egy egész más szemlélet. Újra kellett tanulnunk a világot, alkalmazkodnunk kellett az új tudást, össze kellett hoznunk a régi tudással. Ugyanígy vagyunk most, amikor néhány évvel ezelőtt nanokorszakba léptünk, a 21. században létrejött az a nanotechnológia, amely nanoméretű dolgokat tud láthatóvá tenni, például atomerő mikroszkópia, látszik itt ezen a képen középen. Ezzel az atomerő mikroszkópiával sejtfelszínt, ahogy itt látják alul, sejtfelszínt lehet láthatóvá tenni molekuláris méreteket, a molekulák egymáshoz való viszonyát élő szövetben láthatóvá lehet tenni. És mekkora is egy nanométer? Kérem szépen, itt látszanak a vörösvértestek, látszanak a mikronok, a nanok, de amit igazán szeretnék önöknek elmondani az az, hogy ha elgondolják, hogy egy mikroszkópon dolgozunk, és egy milliméter az egy pici dolog, ugye, azt fölnagyítjuk, és keressük az egy nanométert, ami ennek egy milliomad része, az akkora, minthogyha egy milliméternek vennénk Budapest-Bécs távolságát, és azon 25 cm keresünk. Képzeljék el, hogy Budapest-Bécs távolságát egyszerre csak nézik, és keresnek valamit, Hegyeshalom, Dunapart, stb. 25 cm. Nem könnyű. De minden esetre létrejött egy új tudomány, amely a nanomedicina. A nanomedicina, amelyre Amerika és a világ a legtöbbet költ jelenleg, és amely egészen új dimenziók, új anyagtulajdonságok jönnek létre, vagy meg is ismerünk meg, és ezeket az új anyagtulajdonságokat egészen új tudományos következtetésekhez és gyakorlati eljárásokhoz vezethetnek az orvostudományban, így például új diagnosztikai eszközökhöz, terápiás eszközökhöz, a prevencióban ugye ma már nem újságcikkek is tudják, tehát mindenkit élhet vele, hogy elmegy és kéri, hogy kérem szépen, ha beleit szeretné belülről leféképeztetni egy mikro kis csippel, amely körbe megy a videókamera, és utána kijön és megnézik, hogy mi történt a beleibe. Képzeljék el ezt majd nanoméretekben, amikor majd nano kis robotok dolgoznak a betegségek diagnózisában, prevenciójában, a betegségek gyógyításában, hogy a következő előadásokban erről majd szó lesz, illetve az orvosi kutatásban. És akkor még egyszer hangsúlyozom, hogy a nanokorszakban az életfolyamatok és a a betegségek vizsgálatának nano folyamatait, nano méretű eseményeit lehet láthatóvá tenni. A Semmelweis Egyetem
nanotudományi hálózat 2009. szeptember 1-én jött létre. Ennek a hálózatnak a célja, hogy mindazok, például nanokémikusok, nanobiotechnológusok, vagy nanomedicinál foglalkozók, akik az egyetemen dolgoznak és kutatnak, hogy összeálljanak, és közösen sokkal könnyebb pályázatokat, sokkal könnyebb ugye a molekuláktól egészen a beteg ágyig megközelíteni és hasznosítani a tudomány új eredményeit. És a nanomedicina szemelvezetem, gondoltam, hogy egy olyan képet mutatunk be, amely most már a jövőbe mutat. És miről lesz most szó ténylegesen? Ténylegesen arról lesz szó, hogy egy adott érben vajon van-e a nanoméretű kutatásnak egyáltalán létjogosultsága. És ezért beszélni fogok a renin-angiotenszin rendszerről, az afferens artérról, a szerkezetéről, a benne található nanocsatornákról, aztán a juxtaglomális apparátusról, a nanocsatornák szabályozásáról, és végül a jövőről, hogy a nanocsatornák hogyan lehetnek esetleg terápiás célpontok. Kérem szépen, mindenki biológiai könyvekből, tankönyvekből ismeri a renin-angiotenszin rendszernek ezt a bonyolult voltát, amely ugye az vérnyomás szabályozásban résztvevő rendszer, de ugyanakkor a máj, a vese, a plazma, a tüdő és minden érintett, mert az egyik helyen keletkezik, a másik helyen ugye hasítják, és végül az erekben hat, és vazokonstrikciót vagy nátriumretenciót hoz létre. Ez, amit tanultak korábban, pár évvel ezelőtt. És amikor 2010-ben egy összefoglalót, 2009-ben összefoglalót írtam, akkor egyszer csak rá kellett döbbennem, hogy ez az endokrin rendszer ahhoz a bonyolultsághoz képest, amit annak idején tanultunk, szinte beláthatatlan, bonyolult, összetett rendszerre alakult, és ma már biztosan tudjuk, hogy ez a rendszer nem csak a vesében, nem csak az afferens arteriolában, amiről most lesz szó, de a herében, a nagyerekben, a májban, a szívben, a szemben, és a gyomorban, és a belegben is megtalálható, és nem csak egy angiotenzin 2 jön létre, hanem létrejön az angiotenzin 2-nek olyan bomlásterméke, amely önálló receptorokkal bírnak, és ezek az önálló receptorokon keresztül versengenek, és az végső hatásért a angiotenzin 2 ismert klasszikus receptorainak hatása, plusz a metabolitokon, saját receptorokon keresztül létrejövő hatások összessége fogja eredményezni, hogy mi is történik. És akkor ugye az afferens arteriolához kötött intrarenális, vesén belüli renin-angiotenzin rendszert kutatjuk, és arról lesz kicsit szó. És itt a bal alsó ábrán már a jövő álmodozása, hogy esetleg nanorobotokon keresztül befolyásoljuk majd ennek az érnek a szerkezetét, mely ér szerkezete az alapvetően hozzájárul az glomeruláris filtráció, a nátrium kiválasztás, a vérnyomás szabályozás, tehát hozzájárul mindahhoz, amit naponta ugye előfordul, hogy 10 liter vizet iszik, vagy valaki, ne adj Isten, 5 liter sört, másnap meg csak egy fél liter, és a kettő közötti szabályozásnak az egyensúlyozásához ez az kis ér és a glomerulus filtráció alapvető szerepet játszik. Itt lehet látni egy macerált képicítményen föltöltve ezek a tubulusok, itt az afferens artéria, ezek a glomerulusok, ugye amiből ma már tudjuk, hogy nem 2 millió van, hanem akár van olyan ember, akiben 200 000 van, és van, akiben 4 millió van. Borzasztó fontos lenne tudni, hogy akinek kevés van, az nehogy elfelejtsem jobban vigyázni rá. Ehhez az afferens arteriáris rendszerhez, amelyet már 1889-ben egy Golgi fölismert, hogy itt a tubulus és az erek, az afferens és efferens arteriol és a disztális tubulus egy nagyon intim, következetes kontaktusban tart fenn, amiben már akkor, miután a vese az egy ideális szerv arra, hogy a morfológia és a funkció korreláció olyan gyönyörű, hogy akár a funkcióból lehet a morfológiára, a morfológiából pedig, anélkül, hogy ismernék a funkciót, majd látni fogják, ki lehet találni, hogy mi is történik. Tehát ez a bizonyos Golgi kitalálta, hogy ez az intim, következetes kapcsolat majdnem biztos arra szolgál, hogy a tubulus érzékeli, hogy mennyi
mennyi folyadék áramlik benne, és ha túl sok áramlik, akkor a hozzá kapcsolódó afferens arteriolát ér összehúzódásra fogja késztetni, és valóban Gurmagtik 1937-ben még mindig csak morfológiai alapon, de megsejtve a tubuloglomerulás feedback mechanizmust, amelyet ugye élettanból tanulnak, az itt látható mechanizmust le is írták. Magunk arra kezdtünk gondolni, hogyha a makula denza és a vaszkuláris ér között, tehát majd ezen a következő ábrán jobban lehet látni, tehát hogyha a makula denza, amely belelóg a tubulusba, érzékelő sejtként, ugye itt van fönt a glomerulus, ez ugyanez a glomerulus, belelóg, ugye itt is belelóg, de ez egy igazi készítmény, ez egy rajzolt, bár valóság után rajzolt, ha itt érzékeli, hogy sok jön, akkor valamiféle humorális anyag felszabadul, és az az afferens arteriolában vazokonstrikciót fog okozni. Igen ám, de hogy megy innen ide jó néhány mikrométeren keresztül az ingerület, amikor különösen annak idén úgy gondolták, hogy egy teljesen zárt egység, ma már bizonyítottuk, és kevésbé lehet azt gondolni, hiszen egy, kettő és három csövecske egy kúp alakú térbeli készítményt alig ha tud lezárni, tehát ma már tudjuk, hogy nem egészen zárt, de ha nem zárt, akkor ennek az extracelluláris, mezangiális, extraglomeruláris mezangiális területnek a folyadék áramlása, folyadék háztartása, interstíciális folyadék egyensúlya alapvetően befolyásolhatja a makula denza ingerek alapján fölszabadult mediátor, amely a vazokonstrikciót hozza létre. Tudom, hogy bonyolultnak tűnik, de nagyon fontos, hogy ezt soha senki nem vizsgálta, mert nem gondolták, hogy itt folyadék áramlás van, mindig úgy gondolták, hogy ez egy nagyon zárt terület. Ez a zárt terület, ugye itt van glomerulus, itt az afferens, itt az efferens arteriola, ez erre a területre esik, ahol lehet látni a renin tartalmú sejtek milyen másképp néznek ki, mint például az igazi gyűrű alakú sima izom sejtek, amelyek olyan tökéletesen alkalmazkodtak összehúzódáshoz, hogy a rezisztenciát, az ellenállást növeljék. Elektromikroszkópos képen itt lehet látni, itt vannak a renin granulumok, itt a lumena, tehát az ürege az afferens arteriolának, ez a glomerulus, a vizeletűr, és itt lehet látni, hogy kérem szépen a pirossal jelzett területeken az endotél, az az endotél sejt, amelyről mindenki úgy gondolja, és úgy tanult, és úgy tudjuk, hogy ez egy nagyon zárt sejtrendszer, hogy és csúszósá tesz, ugye, tehát nehogy ne legyen filtráció, ahol ilyen kis lukacskák vannak, az egy kapilláris, ez meg egy nagy nyomású arteriola, tehát nagyon feltűnő volt, hogy itt ilyen kis lukacskákat láttunk, és itt van egy másik, pont azon a területen, az afferens arteriola, efferens arteriola, itt alul van a glomerulus, itt a makula denza, itt lehet látni újra ezt a renin-angiotensin rendszert, mert az ide kötődik, ez a renális renin-angiotensin rendszer része. És itt, ha megnagyítjuk ezt ABC-vel jelölt terület, akkor pontosan úgy néz ki itt az endotél, mint bármelyik glomeruláris kapillárisban. Hát ez nagyon érdekes, hiszen itt körülbelül 40 higany milliméteres nyomás, ez egy nagy átmérő, nagy nyomású rendszer, és akkor megkérdezem, hát akkor a funkció és a morfológia itt is összefügg? Tehát, hogyha lukak vannak, akkor tényleg, ha úgy néz ki, mint egy kapilláris, akkor úgy is viselkedik? Filtráció van egy afferens arteriolában, glomeruluson kívül? Ugye tanulták gimnáziumban, 180 liter filtrálódik egy vesében. Hát lehet, ebből a 180 literből néhány liter a glomeruluson kívül filtrálódik? És kérem szépen, itt még nagyobb nagyítással lehet látni az előző ábrát, tehát igen, itten filtrációs fenestrumok vannak, legalábbis morfológiailag, ráadásul még a vizelet űrben úgynevezett podocita lábnyúlványok filtrációs rést alkotnak, ami megint ellene van a klasszikus tankönyvi adatoknak, és hogy ez mennyire így van, nagyítva itt lehet látni, ez pontosan úgy néz ki, mint a glomeruluson belül a kapilláris filtrációs nyomás. Kérem szépen, hogyha nagyon kell sietnem, itt lehet látni egy embernek a készítményét,
itt a Renin-granulomok, itt megint csak itt lehet látni a fenestrumot. Lehet látni, hogy milyen modern eszközökkel, lézer, multifoton, lézer mikroszkópiával lehet térben tanulmányozni ezeket az eseményeket, és megpróbálom fölgyorsítani. Itt lehet látni, hogy az exaglomerális mezangiumba, arra a zárt területre benyúlik a vizeletűr filtrációs résekkel, tehát ott is a megfő nyomáskülönbség van, áramlik a folyadék. Itt lehet látni más állatokon, tehát nem csak emberen, nem csak patkányon, de Tupaia belangerin, megint egy embernek a keresztmetszetén. Keresztmetszetben lehet látni afferens arteria, endotél, feneszált, tehát a Jóisten nem szokott csak úgy teremteni valamit, itt lehet látni scanning elektromikroszkópan, ez az afferens arteriola a kúbba bejövő csúcs, ez a kúb csúcsa, ez a területet megnagyítjuk, pontosan úgy néz ki, tele van, mint egy kapillárisba, ha beülnének belülről, tehát ez egy döbbenetes kép, hiszen ez egy arteriola. Funkcionálisan megpróbáltuk sok évvel ezelőtt megnézni, hogy vajon a neutralizált ferritint, amit folyadék áramlás nyomon követésére szoktak használni, hogy vajon bejön a ferritin ezek a területek, és tényleg bejött, kérem szépen ezek a tényleges számokat írják le, amelyek egy pár perc után a ferritin beadás után megérkeztek, jelezve, hogy az afferens arteriola lumenéből az intercisum átment a ferritin, az efferens arteriolán hiába ventilál sok, nem ment át, és a makula densa körül már megtalált. És akkor egyszer csak jött az új világ, és in vivo multifotonos mikroszkópiával ugye olyan dolgokat tudtunk láthatóvá tenni, nanoméretű élő állatban vizualizálni ezeket a lukacskákat. Nézzük meg, ez egy glomerulus, itt van az afferens arteriola, nézzük az endotél milyen éles itt ez a sárga, és ahol a zöld Renin-granulomok élőben hangsúlyozom fölvettük mikroszkópos képeket, itt látni, hogy olyan életlen. A életlen azért, mert itt látni, hogy most ha a szembe lévő falra koncentrálunk, hogy milyen lukak találhatók ott, még több luk, döbbenetes kérem, élő állat afferens arteriójában vizualizálni tudtok az endotél nanolukacskákat, és ez mind ott van, ahol a Renin-granulomok elhelyezkednek, és ezt megnéztük egy festékkel, tehát hogyha egy festéket, ugye itt látni afferens arteria, a glomerulus, itt látszik a renin, kérem szépen, ez a gyönyörű sárga, zöldes ez a renin, és akkor nézzük meg, hogy a festék itt bejön, itt egyszer csak ez a piros sárgás lesz, ez bemegy a glomerulus kapillárisba, az is sárgá, bemegy a vizelet űrbe, de a vizelet űrön kívül, a glomeruluson kívül, sőt, az afferens arteria melletti zöld lett, és utána elmegy a tubulusba, és ezt szeretnék látni, itt egy igazi, tulajdonképpen majdnem real time képet látnak, tehát ez az, ami folyamatosan zajlik a glomerulusban, és az afferens arteriomi filtráció, amit korábban nem tudtunk, nem is sejtettünk, tehát nézzék meg még egyszer, jön be a zöld festék, egyszer csak itt ez a sárga, meg itt is ez a sárga, ez a juxtaglomerulális apparátus, meg ott is sárga lesz, tehát a 1, 2, 3, egyszerre lesz sárga az intra és extra terület, ami hát tulajdonképpen döbbenetes, tehát ez a terület nem zárt folyadékkal rendelkezik, hanem egy komoly folyadékáramlás van ezeken a lukakon belül, ami aztán az intersticiumban eltűnik. Vajon ez befolyásolja a tubuloglomerulus feedback mechanizmust? És kerestünk olyan állatot, ahol az efferens arteriola elmegy a szülői nefron körülről, tehát nem veszi a szülői nefront körül, mert körülveszi, akkor mindent, bármit csinálunk az afferens arteriolába, ozmotikus nyomást, vagy hidrosztatikus nyomást, az befolyásolni fogja a rendszer. De találtunk egy amfiunam nevű állatot, aminek szintén itt van a feneszált endotéje, afferens, így néz ki az állat, golföbölben, és ebben az állatban tudtuk bizonyítani, hogyha az afferens arteriolába egy kis sót tettünk, vagy egy kis albumin, akkor azonnal a glomerulus kapilláris megváltozott. Tehát bizonyítottuk, hogy ez részt vesz a glomerulus filtráció, illetve a tubuloglomerulus feedback szabályozásában, modulálásában. Kérem szépen, ezen az ábrán jól lehet látni, hogy az afferent arteriola hosszának hány százaléka tulajdonképpen renin pozitív, vagy ferritin pozitív, tehát ahol a lukak vannak, ugye ahol a ferritin átmegy, és kiderül, hogyha bármiféle renin gátlószert szedünk, akkor ezeknek a hossza éppen úgy, mint ahogy az renin hossz megváltozik, ugyanúgy a lukak, tehát a renin és a lukak korrelálnak,
egész életében egy patkány, amikor születnek nagyon sok a renin, nagyon hosszú a fenesztrált rész, aztán öreg korra ez változni fog. Ez még egyszer, hol is van ez a terület? Itt látható, de hol van akkor az összehúzódás a tubuloglomerulás feedback szerint? Ugye itt lehet látni egy glomellust, itt lehet látni a miozint, ahol miozin van az afferens arteriolában, ott nincsen renin. Ahol renin van, ott nincs miozin. És akkor elkezdtük tanulmányozni, hogy hát ha az endotél és a renin ugye ennyire összefügg, akkor lehet, hogy az endotél lukak azok azért is vannak egy kicsit, hogy talán a renin ott választódik a keringésbe, vagy azon keresztül mosódik a renin tartalmú sejtnek a fala plazmával, és kapja az információt, hogy mikor is kell renin szekréciónak bemennie, és sejtenyészetbe atomerő mikroszkópiával elkezdtük az endotél sejteket tanulmányozni, itt egy kontroll, nézzék meg milyen lukak vannak, vaszkuló endotél és growth faktor hatására lukak száma az endotél sejtekben megnő, és itt van egyetlen endotél sejtnek, egyetlen luka, tehát egyetlen nanocsatornának a bejárata, amely attól függ, van 100-200 nanométeres bejárat, általában kör alakú, és egy ilyen kis fölhány széllel van, és ez a sok hókusz-pókusz arra való, hogy arról álmodozunk, hogy a következő előadásokban szóba kerülő liposzómákkal majd ezeket a lukakat bezárjuk, és ezáltal egy új renin-angiotenin rendszer szabályozó mechanizmust dolgozunk ki. Még csak bizonyítani akartuk itt in vitro is, hogy sejtenyészeten, hogy az angiotenzin és a VEGF, a VEGF-ről a vaszkulendotelis growth faktor tudott volt, az angiotenzinről sosem gondoltuk volna, hogy a feneszumok számát növelni tudja endotéliázsi sejteken. Megmutattuk, hogy ha az angiotenzin gátoljuk, akkor ugye ennek nő, de ha gátoljuk, eltűnik. Ugyanez vonatkozik a vaszkulendotelis growth faktorra, hogy nő, hogyha betesszük a sejtenyészbe, ha gátoljuk a receptort, akkor ez csökken. Ez mapkinázok is szerepet játszanak ezekben a részletekben, nem akarok belemenni, de jól látszik, hogy az angiotenzin dózisfüggően és a VEGF is dózisfüggően, de különböző formában befolyásolja ezeket a feneszrációs lukacskákat, vagy csatornácskákat, illetve a permeabitást, és hogyha nyomon követjük 48 órán keresztül, mégpedig impedancia méréssel a feneszrációt, élő sejtekben, de már a szerveten kívül, akkor is ugye a különbség kijön. Ezek a kezelések befolyásolják a sejtnek a szerkezetét is, amiről most nincs különösebb időnk beszélni, de szeretném, hogyha azt vinnék magukkal és megjegyeznék, hogy az afferens arteriola ettől kezdve semmiféleképpen nem nevezhető egy egységes érnek, két részből áll, a disztális rész a miozin negatív, permeabilis és renin pozitív, még a proximális ennek az ellenkezője, és a szépsége a dolognak, hogy az a permeabilis filtrációt megengedő afferens arteriolás szakasznak a hossza kortól, gyógyszerek bevételétől, szomjúságtól, bármi, ami a renin-angiotenin rendszer stimulálja, attól függ. Tehát számtalanszor beavatkozunk a szervezetbe, anélkül, hogy tudnánk, hogy tulajdonképpen hát milyen morfológiai változást csinálunk, és szeretném hangsúlyozni, hogy állatkísérletekben azt találtuk, hogy mindegy 20-30%-a a bejövő plazmának, a filtrátumnak az nem a glomerulusban filtrálódik, hanem itt filtrálódik az interstíciumban. Hogy ennek mi a fiziológia, és pláne a patofiziológia következménye, az további kutatásokat igényel. Köszönöm a figyelmüket!